LMP, hogy adócsökkentés populizmusával jöttek elő, mármint hogy a kormány és a kisebb állam demagógiáját folytatják. Sering Gábor, az LMP frakció vezető helyettese vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát, miért lenne ez demagógia meg populizmus, hiszen adócsökkentés lesz, kisebb állam lesz, de mind a kettő lesz. Hát igen, ezek sok tekintetben valóban népszerű intézkedések, ugyanakkor azt látni kell, hogy magának a kormánynak a deklarációjával, a munkahely teremtéssel sincsenek ezek összhangban. Hát, ez, ami itt akkor, a... Akkor máshogy kérdezem, adócsökkentés kell? Kell. Kisebb állam kell? Kell. Tehát akkor lesz is, meg kell is. Akkor... Azzal, hogy kisebb állam kell-e vagy nem, én ezzel, tehát azzal nem értek egyet, hogy egy jelentősen kisebb államra lenne szükség. A magyar állam újraelosztási mértéke összességében nem tekinthető túlzóan nagynak. Egy egészségesen működő jóléti államban Magyarországon, összehasonlítva nagyjából Csehországgal vagy Szlovéniával egy szinten van a magyar jóléti államnak a mérete. Jóléti állam vagyunk? Hát ezek alapján, a számok alapján igen. Azért azt gondolom, hogy egy csomó olyan szolidaritási intézmény működik Magyarországon, mely sok országban, amelyeket nem nehezebben lehet jóléti államnak nevezni, és amelyekkel adott esetben egy ilyen adócsökkentő, hát lefelé tartó adócsökkentési verseny, amiben itt most az új kormány kezdi magát bele lovalni, az pont ezzel a hagyománnyal, ezzel a jóléti állami hagyománnyal szakítana. Mi a Szlovákia egy ilyen modellbe mozdult el egy jó pár évvel ezelőtt, az látszik, hogy most a magyar kormány ebbe az irányba próbálná megterelni a gazdaságot, nem pedig arra, abba az irányba, ahol van egy olyan szociális háló, van egy olyan jóléti intézményrendszer, mely képes az életesélyek egyenlőségét garantálni. Nem szárja ki. Hát azzal, hogy van egy jelentős adócsökkentés, valahol erre forrásokat kell teremteni. Most ugye nagyon nehezen látszik, hogy pontosan hogyan fog itt az egyenleg alakulni rövid és én hosszú távon. Én mindent megtudtam Lázár Jánosról. Okosabb, mint én, mert hogy egy nem, csomó csak mindent... Én visszakérdeztem, önök meg csak ott hallgattak a parlamentben, mert mindenki... Hát azért egy jó pár kérdést tudom, feltettünk. Tudom, beszéltek, de mindenki fújta a saját maga eszmefutatását. Hát demagóg, meg populista. Mert nem mondták, hogy júj, de jó, mikortól? Azért, hú, de jó, mennyi? Azért egy jó pár konkrét kérdést feltettünk. Én magam személyesen tettem fel kérdéseket arra vonatkozóan, hogy hogyan lesz ez költségvetésileg fenntartható. Most itt Lázár urat hallgatva valóban még mindig nem lehet pontosan tudni, hogy mi lesz ennek az egésznek az ütemezése. Tehát a pénzügyi szektortól a 200 igen. milliárd, ha eddig nem tudták volna, én nem tudtam, mert nem derült ki így a mai parlamentülésben, idén, igen. 2010-ben és igen. 3 éven keresztül, az biztos, igen. aztán utána vissza lehet állni a kevesebb összegű különadó behajtására. Tehát mindjárt egy 200 milliárdos bevétel, hogyha minden úgy alakul, ahogy a Fidesz tervezi, akkor lesz pluszban, igen. Igen. ami mondjuk azért fedezhet bevételcsökkenést. Az adócsökkenéssel mi a bajuk? A 16%-kal van bajuk, az egykulccsal van bajuk, az, hogy 2011-től... Na és miért? Ez az egykulcsos SZIA rendszer, ez alapvetően azt eredményezi a minimálbér megadóztatásával együtt, hogy gyakorlatilag jövedelmet csoportosítunk át az alsóbb társadalmi csoportoktól közép és felső középosztály irányába. Ezzel két problémánk van. Egyrészt mi egy olyan országban gondolkozunk, ahol a politikai közösség mindent megtesz az életesélyek egyenlősége érdekében. Ezt nevezik társadalmi igazságosságnak. Én ezt nem kérem számon az igen. új kormányon, ezért mondjuk, hogy ez egy neokonzervatív fordulatot hirdet. Ő deklaráltan elsősorban a közép és felső középosztályokat támogatná. Egy, kettő, igen. de magával a munkahely teremtéssel is, mint céllal szembe megy ez az intézkedés csomag, ugyanis a minimálbér megadóztatásával pont azoknak a rétegeknek a elhelyezkedését nehezíti meg, ahol a legnagyobb az alul foglalkoztatottság. Az alacsony végzettségű rétegek körében lenne szükség a foglalkoztatás bővítésére. Ők a minimálbér így van, és a minimálbér megadóztatása az ő elhelyezkedésüket teszi jelentősen költségesebbé. Azért én megint többet tudok egy kicsivel, mint önök ma az egész napi munkájuk során megtudtak. Szóval, hogy kérdeztem Lázár János, és azt mondta, hogy ugye
ugye kb. 1.300.000 ember van minimálbérbe bejelentve, és majd mindenféle háttértanulmányokat, meg beszélgetéseket, meg egyeztetéseket, meg parlamenti vitát fognak arról rendezni, hogy ebből mennyi a valós minimálbéren élők száma, mert azt azért tudjuk, hogy ebben az országban nagyon sokan vannak, tehát ez is csak egy tipp egyébként, az 1.300.000, lehet, hogy ennél több is, minimálbéren, aztán a többi jövedelmüket meg vagy feketén kapják, vagy számlára kapják, tehát nem a minimálbérből tengetik az életüket. És azt mondta Lázár János, hogy akik viszont valóban minimálbérből élnek, ez ki fog derülni ennek az évnek a végéig, na ő rájuk valamit majd kitalálnak, hogy nekik drasztikusan ne csökkenjen a jövedelmük. Valamit majd kitalálnak. Rájuk például nem fog vonatkozni. Valamit majd kitalálnak, úgyhogy ezért tudok egyelőre én is csak az általánosság szintjén fogalmazni. Önmagában az a cél, hogy fehérítsük a gazdaságot, és vonjunk be embereket az adózók körébe, ezzel természetesen egyet tudunk érteni. Ennek egyébként olyan eszköze is lehet, mint az adórendszer egyszerűsítése. Erre vannak is javaslatok ebben az akciótervben, ezeket mi teljes mértékben támogatni tudjuk, ezek is ebbe az irányba hatnak. Ugyanakkor azért ennek a részletei, és még nem ismertek, hogy hogyan kívánná ezzel az akciótervvel elkerülni azt a helyzetet, mondom még egyszer, hogy azokban a társadalmi csoportokban, ahol legnagyobb a munkanélküliség jelenleg, ahol legnagyobb az alulfoglalkoztatottság, és akik várhatóan minimálbéren dolgoznának, ott hogyan kerülni ott el? Ott például adómentes marad a minimálbér. Hát ezt egyelőre nem tudjuk. Reméljük, majd lesz adótörvények vitája. Jó, reméljük, hogy ebben az irányban tényleg lesz elmozdulás majd a részletes vitáknál. Egyelőre ez az általános szinten deklarált cél, hogy a minimálbér adómentességnek megszüntetése, erre én azt tudom mondani, hogy ez egy ilyen negatív hatással jár, egy ilyen átcsoportosító hatással a közép-felső középosztály irányába. Tehát maga az adó jóváírás intézménye, ami meg fog szűnni, na erre vonatkozik a két év. Tehát, hogy itt lesz egy kifutási idő, a 16%-os egykulcsos SZIA az viszont 2011-től lesz, de az adó jóváírásokat nem azonnal szüntetik meg, tehát ezért aztán itt is van egy kis haladék arra, hogy aki valós, illetve nem haladék, tehát át lehet gondolni, hogy aki valós minimálbéren van bejelentve, és tényleg abból él, ő neki akkor mondjuk adómentessége megmarad. Na jó, de azért, aki viszont teszem azt, olyan térségekben él, ahol az ő foglalkoztatását az nehezíti meg, hogy nincsen elérhető gazdasági vállalkozás, mert abban a térségben csak alacsonyan képzettek laknak, és az ő foglalkoztatási költségeik relatíve magasak. Ezen ez az időzítés nem nagyon tud változtatni magán ezen a helyzeten. Úgyhogy én még egyszer mondom, hogy ezzel az alapelvel, így ebben a formában, ezért nem tudunk egyetérteni. Az időzítés ezen nagyon sokat nem változtat. Na hát. Lehet más a politika, mondják önök, vállalják is nevükben is, aztán dehogy lehet, ugyanúgy viselkednek, mint az elmúlt években viselkedett a Fidesz, ami egyébként önöknek se tetszett, ma fogták magukat és kivonultak az ülésteremből. Hát így lehet más a politika? Hát azt gondolom, hogy egy olyan döntő jelentőségű módosítást fogadott el ma a parlament, amire ez volt az egyedüli adekvát reakció az LMP részéről. Az önkormányzati választási reformnak az ilyen irányú átalakítása, a többségi elv, a győztes mindent visz elv, ilyen mértékű bevezetése az önkormányzati választási rendszerbe, ez alapvetően megy szembe azzal a demokratikus konszenzussal, ami az elmúlt 20 évben jellemezte. Úgy kell politizálni, hogy nagyok legyenek. Hát ez azért egy meglehetősen cinikus kijelentés, és hogyha itt Orbán Viktor a cinizmus ellen szólalt fel, akkor talán ezt most hagyj utasítsam vissza. Jól van, akkor ez a cinizmus cinizmusa volt, tehát azért mondtam, hogy a cinizmust jó, cinikusan jól kigúnyoljuk. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.